Sziasztok, a hétvégén az Emilia-Romagnai nagy díj következik. Így a mai Forma 1-szer egy sprintben megnézzük, mi az, amit az Autódromo Enzo Edino Ferrari-ról feltétlenül tudni kell. Bár Emilia-Romagna egészen úgy hangzik, mintha egy olasz énekesnő lenne, valójában egy észak-olaszországi régió neve. Ezen belül fekszik Imola városa, aminek versenypályáján már 1953 óta versenyeznek. Persze a pálya azóta jó pár átalakításon esett át, de ezek közül a legfontosabbak az 1994-es versenyhétvége után elvégzett átalakítások, ekkor több lassító is beépítésre került, többek közt a Tamburello és a Villeneuve kanyaroknál is. Ebben az évben pénteken Barrichello szenvedett súlyos balesetet, majd szombaton Ratzenberger vesztette életét, vasárnap pedig Senna indult utolsó versenyére a pályán. Forma 1-es futamokat 1980 óta rendeznek a helyszínen, első alkalommal olasz nagydíjként, ezt követően 2006-ig San Marino-i nagydíj fantázia név alatt, 2020-as visszatérése óta pedig Emilia-Romagnai nagydíj néven. A pálya jelenlegi nyomvonala 4909 méter hosszú, 19 kanyarból áll, és 63 kört fognak megtenni rajta idén a versenyzők. A verseny teltház esetén 78 ezeren nézhetik a helyszínről, no meg még jó páran a közeli lakóházak teraszairól. A versenyben futott leggyorsabb kör rekordja Lewis Hamilton nevéhez fűződik, aki a 2020-as futamon 1 perc, 15 másodperc, 484 ezred alatt ért körbe a pályán. A legutóbbi három futamon Schumacher, Bottas és Hamilton indulhatott az élről, míg a dobogó legfelsőbb fokára ezekben az években Schumacher, Hamilton és Verstappen állhatott. Bár Magyarország és Olaszország között nincs időeltolódás, de a szokásos menetrendet mégis megkavarja a hétvégén a szombati sprint. Így a kvalifikáció pénteken délután 5-kor, a sprint szombaton 4:30-kor, a verseny pedig vasárnap 3-kor kezdődik. Nagyon röviden ennyit érdemes tudni az Emilia-Romagnai nagydíj helyszínéről. Jó szórakozást a futamhoz! Na, szevasztok!